A területi autonómia az EU értékei közé tartozik. Ugyanakkor vannak olyan országok, amelyek elfojtják az ilyen törekvéseket. Romániában az állam elutasítja a többségében magyarok lakta Székelyföld autonómiájának még felvetését is, és egyre fenyegetőbben lép fel a magyar lakossággal szemben. A közelmúltban Beke István és Szőcs Zoltán bírósági ítélete váltott ki felháborodást. A bukaresti tábla bíróság pirotechnikai eszközökkel elkövetett bűncselekményekért szabott ki rájuk egy évnél kevesebb vizsgálati fogsággal már letöltött börtönbüntetést. Ugyanakkor a legfelsőbb bíróság bizonyítás nélkül átminősítette a cselekedetüket terrorcselekménnyé, és 5 év börtönre ítélte őket. Az Európai Parlament rendszeresen, ezen a héten is foglalkozik a világ különböző helyén elkövetett egyedi emberi jogsértésekkel. Itt lenne az ideje, hogy a tagországainkban előforduló ilyen eseteket is megtárgyaljuk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen!